végrehajtotta a világ egyik legzártabb ország az ötödik nukleáris robbantását, és úgy néz ki, hogy a nyugat nagy hatalmai komolyan veszik ezt a figyelmeztetést. Washington, Tokió és Szöul már bejelentette, hogy az ENSZ biztonsági tanácsától függetlenül ők fontolóra veszik és tárgyalásokat kezdtek arról, hogy tovább szigorítják a szankciókat. El kell döntenünk azt, hogy mik vezethettek ehhez az újabb eszkalációhoz. Egyrészt vannak arra utaló jelek, hogy komoly repedések vannak a belső vezetésben Észak-Koreában. Itt ugye már megjelenésére is egy nevetséges észak-koreai vezetőt látunk, akiről tudjuk azt, hogy imádja a svájci sajtókat, és ennek megfelelően egy ilyen meglehetősen ilyen pocok, illetve jól lakott napközi is kinézete van. És ez valószínűleg, hogy hasonlóan jön át az észak-koreai tisztikarnak, illetve a polgároknak is, tehát nincs komoly benyomás róla. Ehhez járul hozzá az, hogy pár hete az észak-korea történetének legmagasabb szintű dezertálása történik, a londoni követség második embere egész családjával plusz több tízmillió dollárral lelép Dél-Korea irányában. Ez egy komoly csapás a fenyani vezetésnek. Tehát vannak olyan gondolatok is, hogy tulajdonképpen a svájci sajtot majszoló elnök figyelmeztetni akar befelé, és rendet akar az egyes zúgolódó tisztek ellensúlyozására. Most ha megnézzük a pénzügyi oldalt, tehát hogy egy újabb szankció, illetve szankciók, azok mennyire vezetetnek a rezsim bukásához, azt azért látni kell, hogy Kína mindig érzékenyen kezeli Észak-Korea és a koreai félsziget biztonságpolitikai dimenzióját. Már a koreai háború idején is így volt, ahol Kína nyíltan beavatkozott észak oldalán és 500 000 katonát vesztett. Hagyományosan a kínai biztonságpolitika egy fontos frontnak tartja a koreai térséget, és megvannak természetesen a forgatókönyve Pekingbe arra, hogyha megdőlne a rezsim, de egyelőre komoly olaj és élelmiszer szállítmányokkal életben tartja, illetve vásárolja az észak-koreai bányákból a nyersanyagokat. Tehát egyelőre életben tartja. Azt azonban szükséges hangsúlyoznunk, hogy Pekingnek nem érdeke a nukleáris eszkaláció a félszigeten, mégpedig azért nem, mert nem akarja, hogy ennek ezt precedensnek véve a japán, illetve a dél-koreai nacionalisták kiköveteljék hazájukban a maguk nukleáris ütőerejét. Tehát már csak az hiányozna Pekingnek, hogy ott lenne egy nukleáris Dél-Korea és Japán a szomszédságukban. Utalhatunk az amerikai gondolkodásra, ahol azt látjuk, hogy emberemlékezet óta először nukleáris képességű stratégiai bombázókat, kettő darab B1-es bombázót küldtek Dél-Korea fölé az amerikaiak, ezzel is jelezve elkötelezettségüket szövetségesük irányába. Másrészt pedig az NBC televízió jelentette, hogy komoly tervek vannak arra nézve, hogy akár megelőző csapással, kibercsapásokkal, illetve akár kommandós támadással lefejeznék az észak-koreai vezetést. Kína oldaláról azt látjuk, hogy olyan forgatókönyvek vannak, illetve értek meg tulajdonképpen, amelyek adott esetben nem zárnák ki azt a lehetőséget, hogy egyesüljön a két Korea, de ezt nem a nyugat szájíze szerint történne meg, tehát magyarul egy nyugati, nyugatbarát Korea alakulna
Egyesített Korea alakulna gyakorlatilag Kína déli részén, déli határánál, hanem egy demilitarizált Egyesített Korea, és ehhez Kína pénzügyi segítséget is hajlandó lenne nyújtani, mármint az észak-koreai rezsim gyakorlatilag 19. századi gazdaságának modernizációjához és felépítéséhez.